Egy különleges kiállítás nyílt vasárnap délután a Malom Filmszínház műtermében. A megszokott teátrumi előadásoktól eltérve, formabontó módon átalakították a színház belső helységeit, hogy azok alkalmasak legyenek a közel 5000 darab műalkotás befogadására. Kis Boldogasszony napjához igazítva szerveztük ezt a kiállítást hónapok óta. Boldogasszony népe vagyunk, Mária országa, ezért ez a sokféle Mária kegyhelyről származó, akár több száz éves is kegytárgy. A vendégeket dr. Várszegi Tibor, a Malom Filmszínház alapítója, művészeti vezetője köszöntötte. Szent képek, képeslapok, feszületek és meg annyi Máriát ábrázoló alkotás található a kiállításban, melynek nagy része Mária kegyhelyekről származik. A vándorkiállítás alapítója Gera Olga elmondta, hogy szinte minden nap érkezik hozzájuk egy-egy új alkotás, felajánlás, így tud bővülni folyamatosan a tárlat. És a világ több mint 40 országából valók ezek a szobrok, kegytárgyak, képeslapok, és nagyon sok minden, majd ha körül járnak, láthatják, festmények, szentelt víztartók, rózsafüzérek, és látni, hogy minden nemzet és minden nép nagyon tiszteli a szűzanyát, és ez jelenik meg ezekben az alkotásokban. A Menje királynéja című kiállítást Szántó József címzetes apát plébános méltatta, aki beszédében kiemelte, hogy mióta Jászberényben tevékenykedik, ilyet még nem látott. Isten így próbál megszólítani minket. Jó Isten, áldja meg mindazt, akik hallgattak a Szentlélek indítására, akik ezt összegyűjtötték, akik mindezeket gondozzák, és mindazokat, akik lehetővé teszik, hogy ember közelbe kerüljünk mindezekhez. A megnyitó végén Szántó József megáldotta a kiállítást, majd Várszegi Tibor felajánlott egy Máriát ábrázoló képet a tárlat alapítójának. A Menje királynéja című kiállítás szeptember 9-ig látogatható délelőtt 10 órától 18 óráig.